magnézium és víz reakcióját fogjuk vizsgálni. Ehhez rendelkezésemre áll magnéziumforgács két kémcsőben, hideg víz, illetve forró víz, fenolftalein oldat, borszeszégő és gyújtópálca. Az első lépésben a magnézium reszelékhez hozzá fogom önteni a hideg vizet, illetve a forró vizet, majd pedig megnézzük, hogy történik-e változás, és vizsgáljuk az oldatkém hatását. Jól látható, hogy a magnézium hideg vízzel nem lépett reakcióba, a forró vízzel viszont beindult a gázfejlődés. A fejlődő hidrogéngáz mennyisége azonban még nem volt annyi, hogy ezt durranógáz próbával ki tudtuk volna mutatni, tehát még nem hallottuk a halk pukkanó hangot. A következőben pedig meg fogjuk vizsgálni az oldatnak a kém hatását. Látható, hogy a fenolftalein indikátor színét megváltoztatta, rózsaszínű lett. Ennek az az oka, hogy a keletkező magnézium hidroxid az kismértékben oldódik vízben, és a hidroxidionok túlsúlya lúgos kémhatást okoz, amit a fenolftalein ezzel a rózsaszín színnel, illetve nagyobb mennyiségben piros színnel jelez.